Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mesti vendégem dr. Szíber Gergely, megyei főállatorvos, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonság és földhivatali főosztályának főosztályvezetője. Szép estét, üdvözlöm. No, az idegenforgalomról sokkal inkább az ellenőrzésekről, majd az idegenforgalom is szóba kerül egy kicsit visszatekintőben, de azért menjünk vissza az időben. 2017-ben az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa közötti megállapodás eredményeként egy olyan szabályozás született, hogy az átfogó ellenőrzések mellett a be nem jelentett ellenőrzéseket is előírta az élelmiszeripar területén, és hatékonyabb fellépést sürgetett a megtévesztő gyakorlatok ellen, tehát szigorúbb szabályokat hoztak. Én azt gondolom, ez elsősorban a harmadik országokból érkezett termékekre vonatkozott, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos volt, hogy a kiemelt ünnepek kapcsán is szigorúbb ellenőrzési rendszert vezettek be. Én arra lennék kíváncsi, hogy egy rövid visszatekintést tegyünk arról, hogy mi történt a frekventált a kiemelt ünnepeinken, és pedig húsvét tájékán, illetve hát ott van, amire utaltam a bevezetőmben, az idegenforgalmi szezon kellős közepén, tehát nyárról beszéljünk egy kicsit. Milyen tapasztalatokkal bír ön-e? Hát hatóságunk, ahogy itt el is hangzott, egy tervezett létesítmény ellenőrzési rendszerben dolgozik, és van három olyan kiemelt időszaka az évnek, ami kettő az ünnepeinkhez kapcsolódik, az egyik a húsvéti időszak, a másik a karácsonyi vagy téli időszak, illetve a turisztikai szempontból frekventált nyári időszak. Tehát ez a három kiemelt időszak, amikor úgynevezett célellenőrzéseket tartunk, bizonyos területekre jobban oda koncentrálunk, és ezeken a területeken bizonyos termékeket jobban megnézünk, illetve azokat a termékeket, amelyek abban az időszakban a fogyasztók által jobban közkedveltek. Hát, hogyha 2018-as évre visszatekintünk, az első ilyen kiemelt időszak az a nyári, vagy a tavaszi, a húsvéthez kapcsolódó volt. Elmondható, hogy ilyenkor ugye azokat a termékeket nézzük, ami ilyenkor a legjobban fogy, tehát az édesipari termékek, illetve a füstölt húskészítmények, hát ugye ilyenkor fogy talán a legtöbb sonka, de az élelmiszereken túl ilyenkor még állatvédelmi ellenőrzéseket is tartunk, ugyanis a bárány export ebben az időszakban kiemelkedő Magyarországról, tehát a szállítás feltételeit is vizsgáljuk. Összességében elmondható a tavaszi ellenőrzés szakról, hogy majd 150 be nem jelentett ellenőrzést végeztünk ebben az időszakban, és összességében a kép kedvező, mert apró hiányosságok kivételével a Fejér megyei vállalkozók jól vizsgáztak. 5 olyan eset volt ezekből az ellenőrzésekből, amikor kénytelenek voltunk valamilyen szankciót foganatosítani. Ugye ez a szankció lehet a figyelmeztetéstől a nagyon súlyos bírságokig, de emellett korlátozhatjuk a tevékenységet, vagy fel is függeszthetjük annak a vendéglátóhelynek, vagy forgalmazóegységnek a tevékenységét. Tehát összességében olyan esztendőt... A tavaszira... Ami előrelépést jelent. Mindenképpen egy jó jel volt. Aztán ebben az időszakban kiemelten ellenőriztük a tojásokat, illetve a tojás festékeket. Azt hiszem talán abban az időszakban beszéltünk is erről, ugyanis a tojás festéknek is megvan a pontos előírása, hogy milyen egészségre nem káros anyagokat tartalmazhat, de ezek a mintavételezések mind-mind kedvező eredménnyel zárultak.
A nyári időszakról itt több ellenőrzést végeztünk. Ugye a nyári időszakban egyre több vendéglátóegység nyit ki, ugye ilyenkor a strandok, illetve a fesztiválok azok a területek, amelyeket komolyabban ellenőrizni kell, illetve rengeteg Fejér megyében a különböző tábor is, ahol nagyon sokan megfordulnak, sok gyermek, és itt ugye étkeztetés folyik, tehát ezt mind ellenőriznünk kellett. Összességében azért itt egy kicsit rosszabb volt a kép, bár jóval több ellenőrzést végeztünk, majd 300-at, de több volt a probléma, és 20 esetből 15 esetben bírságot is kellett kiszabnunk, és több mint 1 millió forint bírságot voltunk kénytelenek kiszabni. Emellett még 5 olyan probléma volt, amiért elég volt a figyelmeztetés szankciója. Akkor ezt hozzá kell tennünk, hogy az augusztus 20-a tájékán a Királyi Napok Székesfehérváron egy kiemelt több napos, 10 napos esemény, másrészt pedig azért a Velencei tó közelsége is meghatározza az ellenőrzések mennyiségét. Igen, azért is mondtam, hogy jóval több ellenőrzést végeztünk, mert hát Fejér megye egy rendezvényközpontnak is mondható, ugye itt volt az EFOT, a Királyi Napok, de az Ozorai rendezvény is egy nagyon komoly, több ezer vagy tízezer embert megmozgató rendezvény, ahol nagyon komoly élelmiszerforgalmazás is folyik, tehát ezeket mind ellenőriztük. Ezért mondom, hogy a több ellenőrzésből több problémát is feltártunk. Nos, és akkor most itt vagyunk a csillagszóró hadművelet kellős közepén, illetve előtte még, hiszen Mikulás és karácsony. Ha csak azt mondom, hogy a tavalyi esztendőben ebben az időszakban több mint 2,5 milliárd forintért vásároltunk édesipari termékeket, akkor az már meghatározza, hogy milyen frekventált időszak áll önök előtt is. Így van, hát következik a karácsonyi időszak. Nálunk ez szokásosan a karácsony és a szilveszteri időszakot öleli fel. Mindig egy-egy ilyen kiemelt ellenőrzés sorozat akkor indul, amikor az élelmiszerláncért felelős államtitkár Zsigó Róbert úgymond kihirdeti ezt, de hát nem árulok el zsákba macskát azzal, hogyha azt gondolom én is, hogy ahogy az elmúlt években végeztük ezt az ellenőrzés sorozatot, most is kiemelten fogunk erre az időszakra odafigyelni. Ez egy kicsit egyvelege lesz igazából a tavaszi, illetve a nyárinak, ugyanis ilyenkor mindig vannak kirakodó vásárok, tehát van egy, ha nem is fesztiválnak nevezném, de mindenképpen karácsonyi vásárok több is van Fejér megye szerte, és ott az élelmiszerforgalmazás komoly, tehát azokat ellenőrizni kell, és ellenőrizni is fogjuk, és emellett meg a hústermékek szintén jobban fogynak, és hát ilyenkor fogy Magyarországon tudomásom szerint a legnagyobb mennyiségű hal. Itt mindenképpen ellenőrizzük mind az élő hal forgalmazást, ugye ennek vannak állatvédelmi vetületei is, illetve az egyéb haltermékeknek a forgalmazását. 40%-át fogyasztjuk karácsony tájékán, illetve az ünnepek. No, de azért menjünk sorba, hiszen itt nagyon fontos, először is a Mikulás. A számtalan probléma merült fel az elmúlt időszakban, hogy a Mikulás az milyen csokoládéból készült, megfelelő-e a minősége, illetve tudják-e a vásárlók, hogy mit vásárolnak. Hát szigorításra került az élelmiszerkönyv, így a jelölésen pontosan fel kell tüntetni egyrészt az összetevőket, de már a név sem lehet megtévesztő, mert hogyha valamit csokoládénak hívnak, akkor megfelelő kakaó mennyiséggel kell rendelkeznie, tehát már ez a minőséget biztosítja, de természetesen szúrópróba szerűen végzünk mintavételeket, és ellenőrizzük azt, hogy a terméken feltüntetett összetevők, azok tényleg a termékben is
benne vannak. Ezzel kapcsolatban azért elmondanám, hogy szintén eddig kedvező volt a kép, nem tudom megjósolni, hogy milyen lesz az idei Mikulás, illetve karácsonyi csokoládé felhozatal, de az élelmiszervállalkozók tudják azt, hogy csak jó minőségű terméket forgalmazhatnak. Igen, ez nyilván unatkozik a szaloncukorra is. Kérdezem egyébként, hogy az ellenőrzések tükrében nyilván az is kiderül. Milyen minőségű áruk kerülnek mostanában a polcokra? Hát nagyon-nagyon széles a paletta. Tehát nem emelnék ki semmit, illetve senkit. Megtalálhatók a nagyon magas minőségű élelmiszerek a magyar polcokon, de gyengébb minőségű élelmiszerek is megtalálhatók. Ez nem azt jelenti, hogyha valami gyengébb minőségű, hogy az élelmiszerbiztonsági szempontból veszélyes. Mert élelmiszerbiztonsági szempontból csak aggálymentes termék kerülhet a polcokra. Viszont azt el kell fogadnunk nekünk vásárlóknak, hogy a jobb minőségű termékek többet kell fizetnünk. Tehát fogyasztóként is mindig azt szoktam javasolni, hogy ne higgyünk a nagyon alacsony áraknak. Nagyon alacsony árért nem fogunk olyan jó minőségű terméket kapni, mint amit mi elvárunk. Húsok. Ugye alapvetés, hogy karácsony és szilveszter között rengeteg hús fogy, és különböző a minősége. Kell-e figyelnünk nekünk, vásárlóknak, illetve mire hívnál fel a figyelmet? Hát a fogyasztónak, illetve a vásárlónak azért mindig oda kell figyelnie arra, hogy mit akar megvásárolni, és a forgalmazók mit kínálnak. Ebben is, tehát az édesipari termékekhez hasonlóan a húskészítmények előírásai is szigorodtak, tehát mindig a párizsi Parizer, illetve a Virsli példáját szoktam felhozni, hogy most már jóval magasabb hús százalékokat kell tartalmaznia annak a terméknek, amit Virslinek hívnak. De megengedett, Virslihez hasonló hústermék, illetve húskészítmény forgalmazása is. Ezt van, aki pálcikának hívja, rúdnak hívják, de amit virsinek hívnak, az komoly, magas hús százalékkal rendelkező termék. És ugye itt mindig meg kell említeni, hogy milyen alapanyagból, tehát milyen fajú állatból származik. Tehát ha valaki baromfi virslit vásárol, akar vásárolni, akkor baromfi terméket fog venni. Aki sertés vagy borjú párizsit, ugye ezek úgymond magasabb minőségi, drágább termékek, akkor azért jobban a zsebbe kell nyúlni. Ugye megkezdődtek a lehalászások karácsony előtt, fontos, hogy hol vásárolunk halat, fontos, hogy milyen minőségű az a hal. Mire kell ügyelnünk? Megint csak ezt kérdezem, mert ilyenkor azért a magyar háztartások zöme fogyaszt halat. Igen, alapvetően a forgalmazó egységekbe csak engedélyezett halastavakból kerülhet élőhal, és ilyenkor az ilyen egységekbe vizsgáljuk az állatvédelmi előírásokat is, hogy megfelelően tartják-e a halakat tiszta oxigénnel dúsított vízben, illetve nem túl sűrűn. Ez mind pontosan leszabályozott, hogy milyen méretű akváriumban mennyi halat lehet tenni. Nagyon fontos dolog az, hogy a boltból csak élettelen állapotban hozhatjuk el a halat, tehát ott erről gondoskodnak az eladók, tehát olyan nincs, hogy a szatyorban verdesnek a halak, és tulajdonképpen szenvednek addig, amíg a háziasszony, hogy úgy mondjam, le nem vágja. Régen ez szokás volt, most ezt a szabályok nem engedik meg. Nos, egy hét még, és megkezdődik a karácsonyi vásár Székesfehérvár belvárosában, mint ahogy minden nagyobb településen. Ez nagy kihívás önöknek is. Igen, bár nem tudom, mi lesz a forgalmazók szempontjából az idei tapasztalás, de azért elmondható, hogy állandó
forgalmazók szoktak megjelenni, tehát tudják már azokat a szabályokat, amelyek mindenkire kötelezőek, de itt Fejér megyébe komolyan be is tartatjuk, direkt a fogyasztók érdekében. Ilyenkor a nulladik napon, amikor a kitelepülés van, akkor a kollégáink végigjárják az egységeket, és egy ilyen silabuszt adnak a forgalmazóknak, hogy milyen szabályokat is kell betartaniuk, és utána, amikor már elkezdődik az árusítás, akkor meg szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket tartunk. Tehát a prevenciós szándék az megvan, és ez itt már mindenki az áruson múlik, hogy mit fogad meg és mit nem, mert hogy azért valljuk meg, ez az időszak január 2-ig, 3-ig tart, tehát egy hónapot, ha úgy tetszik, és azért ilyenkor azért nagy a bevétel is. Hát így van, de nem szabad, hogy az árést valaki az élelmiszerbiztonság rovására használja ki. A száma és a minőség az alapvetés mindenféle értelemben. Nos, én azt gondolom, hogy lesz dolguk bőven, nincs kétségem felőle, és hát bizakodó vagyok, mert ahogy ön is elmondta, és nem csak a húsvét, illetve a nyári ellenőrzések során, a tavalyi karácsonyi ellenőrzések is azt bizonyították, hogy egyre jobb áru jut el hozzánk, tehát egyre kevesebb a probléma. Ugyanakkor a kezemben tartok egy meghívót, kedves nézőink. Ez esztendőről esztendőre november végén kerül sor erre a fantasztikus rendezvényre. Ez a 24. a Kulcsi Hatokra emlékezünk, és ez a 17. Fejér megyei állatorvosi emléknapot rendezik meg Kulcson. A Magyar Állatorvosi Kar a község önálló életének 24. esztendejében teszi ezt. Ugye esztendőről esztendőre ön a szervezőbizottság vezetője, és hát ez egy csoda pillanat, mert hogy nem csak azért, mert elismeréseket adnak át, hanem méltó módon emlékezünk a Kulcsi Hatokról is. Beszéljünk egy kicsit röviden, hogy tudják, hogy a nézőink is, hogy mi mindent köszönhetünk ennek a 6 fantasztikus állatorvosnak. Hát nagyon szerencsés Fejér megye, hogy turisztikailag kiemelt, és ezt észrevették az állatorvos professzor elődeink is, és Hutira jármai vezetésével megjelentek Kulcsközségben, és ahogy ez szokott lenni, híre ment Budapesten, hogy Kulcson milyen szép a Dunapart, és egyre több állatorvos professzorunk vett itt nyaralót, és töltötte itt a szabad idejét, és emellett ezek a professzorok, amellett, hogy kipihenték a mindennapi fáradalmakat, nagyon sokat tettek Kulcsközségért is. Sportegyesületet, úgynevezett evezősportklubot alapítottak, hozzájárultak a templom felújításához, illetve megépítéséhez, és hát egy olyan kulturális központot alakítottak ki ott Kulcson, ami nem valamennyi községről mondható el. És ami természetesen mi ezt tudtuk, és néhány évvel ezelőtt elkezdte a Kulcsi Polgármesteri Hivatallal közösen oda vittük ezt a Fejér megyei rendezvényt, mert nagyon fontosnak tartjuk egyfelől a múltunknak a tiszteletben tartását, mert múlt nélkül sem a jelen, sem a jövő nem elképzelhető, az én véleményem szerint. Másfelől nagyon fontos az is, hogy a kollégáinkat elismerjük, mert amellett, hogy sokat dolgoznak, és egy állatorvos életében az egy év az 365 napból áll, tehát ahogy az állatok minden nap esznek, illetve meg is betegedhetnek, úgy állatorvosra is minden nap szükség van. Tehát ilyenkor az évben legalább egy napra megállunk, és megbecsüljük azokat a tagjainkat, akik
jól végezték, vagy kiemelkedően a munkájukat, és minden évben az év állatorvosodíjat osztjuk ki, illetve egy idősebb kollégánk, aki már egy életművet letett az asztalra, megkapja az életműdíjat, és sosem feledkezünk meg a nem állatorvos végzettségű, de az állategészségügyért dolgozó kollégáinkról sem, és mindig Fejér megyében odaítéljük az állategészségügyért díjat valamelyik segítő kollégánknak. Az esemény hangját mi sem jelzi jobban egyébként, hogy ugye a Fejér megyei kamara is részt vesz természetesen a szervezésben Lorászko Gábor vezetésével, ugyanakkor itt lesz esztendőről esztendőre is, ott van önök között és beszédet mond, illetve az emlékülésen is felszólal Sotonyi Péter rektor úr, az Állatorvosi Egyetem rektora, természetesen ott lesz idén is Elsimon László országgyűlési képviselő, aki figyel arra, hogy a kulcsihatok méltó módon képviseltessék magukat a település központjában, hiszen Kontúr András mellszobrai azt hiszem, hogy méltóak ahhoz a kiváló életúthoz, amivel ők rendelkeznek, és persze ott lesz Simon László kormánymegbízott úr, illetve az Agrárminisztériumot pedig az ön egyik elődje, Gombos Zoltán főosztályvezetőként képviseli. Mi mindent kell tenni, azért arról beszéljünk évközben, hogy én ugye ott vagyok esztendőről esztendőre, és tudom, hogy ez egy felszabadult, de mégis mélységében nagyon fontos esemény, hogy ez az ünnep olyan legyen, és így az esztendő vége tájékán talán jogos ez a kérdés, hogy legyen mit ünnepelni. Tehát itt a végén csak annyit szeretnék kérdezni, hogy beszéljünk arról, hogy hol tart ma az állatorvoslás itt Fejér megyében. Hát én azt gondolom, hogy kollégáink, bátran elmondhatom, hogy mind a hatósági, mind a magánszférában országos hírnévre tesznek szert. Bármerre járok a világban, és mivel a Magyar Állatorvosok Világszervezetének vezetőjeként a Kárpát-medencét is járva, látom, hogy a Fejér megyei állatorvosok mind előadóként is komoly szerepet játszanak a térség tudományos fejlődésében. Tehát én azt gondolom, hogy az állatorvoslás Fejér megyében az elődökhöz méltóan próbál helytállni. Köszönöm szépen. Nem búcsúzom a kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évvel, amit meghívón szerepel, hiszen önnek is természetesen ígérem, és a kedves nézőinknek is, hogy november 30-án ott leszünk, és a decemberi első adásunkban egy hosszas beszámolóval mutatjuk meg, hogy mi minden történt a 17. Fejér megyei állatorvosi emléknapon. Önnek pedig köszönöm, hogy megtisztelt. Legyen kevesebb a dolgok, mint bár az évről évre így van, mint eddig. A nagy frekventált ünnepeink ellenőrzési folyamatában köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Szíbert Gergely megyei főállatorvos volt, és arról beszéltünk, hogy mi történik a közeljövőben a karácsonyi, illetve a újévi ünnepek kapcsán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!